Sziasztok, üdvözöllek benneteket, én Hullander vagyok, és ma a Cities Skylines-szal fogunk ismételten játszani. Köszönöm mindenkinek azokat a tippeket, amelyek érkeztek, meg ezt a támogatást részletekről, hogy milyen tök jó ez a sorozat, úgyhogy legyen még rész. És tényleg köszi, meg jól esik, meg minden, úgyhogy continue game, és ameddig betölt a játék, addig pedig a kommentekre szeretnék reagálni. Az első, amelyik egy jó kis komment volt, a Szegezdi Bálint mondta azt, hogy a vízerőműhöz közel rakjunk egy turbinát, hogy közelebb legyen az áram, és hogyha bővül a város, akkor nem kell a kábelt áthúzni az egész szigeten, ami egyébként egy logikus dolog, ezt majd lehet, hogy arra felé fogjuk tényleg terjeszteni a vízerőműveket, tehát arra észak-kelet felé. Aztán Szőke Ádám mondta azt kétszer, hogy nem jó az, hogyha az ipart a lakók mellé tesszük, mert ugye akkor a lakóknak majd nyugjuk lesz az. Az ipart egyébként majd tényleg át szeretném tervezni, tehát máshova szeretném tenni, egyelőre viszont szerintem még 100%-ig nem vagyok benne biztos, hogy hova, illetve jött egy olyan komment is ugyanúgy Szöke Ádámtól, hogy probléma volt az, hogy a boltokat nagyon szétszórva teszem le, ő legalábbis nem tartott ezt jó ötletnek. Szerintem viszont egy csomó videóban azt csinálják, hogy így akkor itt lesz egy nagy boltömb, itt egy nagy lakótömb, ami teljesen nem realisztikus, tehát szerintem sokkal poénabb az, hogyha itt is van egy pár bolt, itt is van egy pár bolt, mert akkor akik itt laknak, nekik elég csak ide elmenniük, és nem kell ide eljönniük, hogy 6000 boltba el tudjanak menni. És nézzük még, hogy milyen kommentek voltak, itt most éppen görgetem lefelé a kommenteket, hogy mi lehetne még az, ami érdemes volt. Az első rész alá ennyi komment érkezett, mármint a milyen közérdekű komment, aztán utána pedig ugye megépítettük a második részben ezt az utat. Ezt itt. És mondta Sallói Bálint, illetve Juhász Balázs, nem Juhász Balázs, nem azt mondta, tehát most Bálint mondta azt, hogy a város bejáratánál azt a kis utat kevesen fogják használni, mert az autósok, akik a városba jönnek, arról az útról csak egy irányú útra mehetnek tovább. De, tehát ők itt bejönnek, és utána, tehát itt vissza tud fordulni. Tehát ennek az útnak az a lényege, hogy itt vissza tud fordulni. Tehát nyilván erre nem tud menni, de itt vissza tudna elméletileg fordulni, és akkor ki tudna menni. Tehát, hogy várjunk csak? Ja nem, persze, mert ez itt két irányú, ez itt viszont csak egy irányú. Aha, de, hogyha azt csináljuk, hogy ezt itt elvesszük, sőt, vegyük még el ezt is, így, és akkor most húzunk egy kétirányú onnan oda, egy kétirányú utat, na most akkor elméletileg, hogyha minden igaz, akkor ezt az utat, ezt most már fogják tudni használni. Várjunk csak, hogy állnak itt a nyilak? Most meg mindenkit visszafogadjunk fordulni. Elméletileg ezt az utat most már tudják majd használni, ugye itt van egy balra lekanyarodó nyíl, és igen, ő a saját sávjában megy, de igen, és itt meg egy jobbra lekanyarodó nyíl. Tökéletes, tehát most már akkor elméletileg tudniuk kellene ezt az utat is használni, reméljük legalábbis. Sőt, még azt is megpróbálhatnánk, hogy ezt elbontjuk, illetve hogy állunk? Ezt elbontjuk, illetve ezt is elbontjuk, és végighúzunk egy utat így, és utána pedig megcsináljuk ezt az átkötő utat így. És tök jól hómentesítettünk is. Na most, igen, és most használja. Őt azért bejött, hogy utána kimenjen. Tök mindegy, az a lényeg, hogy most akkor elméletileg használják az emberek mind a kettő be- és kijövő utat, szóval itt most remélhetőleg egy kis teher, vagy egy bazi nagy dugót, vagy egy kis tehermentesítés csináltunk, és ez tök jó. Juhász Balázs mondta azt, hogy az utakon levő hópelyheket azt ugye le tudjuk kotorni az útról, amit az utaknál a... Az utaknál a legvégén talán... Aha, itt van ez a hó lerakodó, tehát oda tudjuk a hópelyheket lepakolni. Nagyon jó! Na nézzük, hogy mire van szükség egyenlőre a városunknak. Ennek a résznek leginkább áramra. Kérdés, hogy miért nincsen áram? Hol van az áram? Itt van az áram, azért nincsen áram, mert nincsenek lent szélerőművek pedig azért nincsenek lent, mert nincsen 6000 dollárom szélerőművekre, úgyhogy egy kicsit szeretnénk belepörgetni itt az időbe, és megvárni azt, ameddig átkattanunk 6000 dollárra, és remélhetőleg amint megleszünk 6000 dolláron, attól a pillanattól kezdve már
meg is fog nőni a bevételünk, tekintve, hogy most akkor egy csomóan áramot fognak kapni. Igaz, hogy az előbb azt mondtam, hogy... hova tegyük ezt? Igaz, hogy az előbb azt mondtam, hogy szeretnénk, hogy ebbe az irányba szeretném az áramot terjeszteni, a szélerőműveket, viszont azt nézem, hogy itt hamarabb oda fog érni a város, tehát még húzunk egy körutat, akkor itt már össze fog érni, és akkor ezeket a kábeleket is eltakaríthatjuk innen, szerintem ez gyorsabb, mint így végig kiáramozni magunkat abba az irányba, úgyhogy ez így jobb lesz. Viszont megjelent az igény arra, hogy és nem növekedett meg a áramunk. Nézzük csak, hogy most mennyire stabilizálódott. Oké, most azért jobban stabilizálódott az energia háztartásunk. Van-e valamilyen elkotrandó épület, és úgy látom, hogy nincsen, ez tök jó. Nézzük már meg az utaknál, hogy mennyibe kerül egy ilyet lerakni, 5000 dollárba kerül. Nekünk viszont most utat kell építenünk, bárhogy is legyen, mert szükségünk van lakókra. Úgyhogy, na, hogy építsük ezt az utat, ezért megint egy ilyen körút-szerűt szeretnék készíteni, azt a túlságosan későn akarjuk elkezdeni. Jó, mondjuk jöjjön így, mondjuk ez már rögtön 1280-ba kerül, jó, és aztán egy kicsit nagyobb ívű kanyarodással ez 1440 jöjjön így. Itt a lakók, ezek itt folyamatosan dühösek lesznek. Hopsz, igen, tudom, nyugalom, így. Jó, egy pillanatra nagyon berágott rám mindenki. Jó, és akkor utána pedig szerintem ezt el tudjuk szépen így fordítani, és akkor ez így leginkább ez a legjobb terület kihasználtság, és akkor ezt az egész részt pedig be fogjuk színezni természetesen zöldre, aztán ide most megint beköltözhet annyi lakó, amennyi lakó csak ide be akar költözni, és mintha ott egy pillanatra vízellátási problémákat láttam volna, viszont a vízünk az maximumon van, sőt, még be is vagyunk csatornázó, úgyhogy itt elméletileg mindennek rendben kellene lenni a vízzel, majd aztán meg nyilván majd a fűtésre is hangsúlyt kell fektetni. Jó, az útjaink lent vannak, és akkor most a következő lépés az lesz, hogy nem, egyenes út, és hopp, mit kaptunk? 1800-as népességet érjünk el, ez tök jó, ugye már új területeket is tudunk majd venni, egyenlőre viszont ez nem áll szándékunkban, ezt itt lebontjuk, nézzük, hogy van-e még így áram a területnek, még nincs, úgyhogy építünk így ide egy villanyoszlopot, aztán majd amint lesz itt ház, akkor szerintem ebbe már bele fogunk érni, és akkor ne. Sőt, nézzétek, itt összeérünk, jó? Akkor ezeket viszont most már itt teljes egészében hivatalosan is el lehet bontani, mert itt összeérünk, tehát ameddig ez a ház itt megvan, addig minden rendben van. Jó, meg téged is elbontunk, van még valaki, akit el kellene bontani? Nincsen senki sem, akit el kellene bontani, és közben pedig elbizonytalanodtam egy pillanatra, hogy a órát nem indítottam el. Jó, és aztán még ide is meg kell építeni a sugárutunkat, valamint ide is meg kell építeni a sugárutunkat, és azon gondolkozom, hogy lehet, hogy mondjuk innen kiindulva húzunk egy sugárutat még. Igaz, hogy mindenki mérges lesz emiatt, de húzunk egy sugárutat így, mert hosszú távon meg ez szerintem jobb ötlet lesz, vagy jó ötlet lesz, hogyha így is épül egy út, tekintve azt ugye, hogy megint felgyorsul a közlekedés, és akkor az ilyen mindenféle hülyeségek, mint a tűzoltóság, vagy a kórházzal való lefedettség, vagy a rendőrség, ezek ugye itt akkor ezek pozitív visszhangja lesz neki, mert elérnek idáig is, és nem kell olyan nagyon hosszú utat megtenniük. Iskolázottságunk viszont a lakosságunknak a 78%-a iskolázatlan. Miért nincsen? Mi van a... Hopp, ott valami házat lebontottak. Jaj. Akkor ez gyorsan vissza. Szóval a iskolázottsággal viszont vannak némi problémák. Jó, oké, most az árammal viszont már nincsenek. Jó, szerintem azt ott kivesszük. Azon gondolkozom, hogy mit kellhetne
csinálnunk nekünk most ahhoz, hogy... tehát vajon... nézzétek, már 33 ezer kreditem van, az tök jó. 33 ezerből lerakunk először is egy ilyen hó elkotró állomást. Hova tegyük le úgy, hogy megfelelő lefedettséget kapjunk? Hát így úgy látszik, hogy az egész város bőven le tudjuk innen fedni, úgyhogy szerintem az 5000-be kerül, viszont elvesz egy eléggé nagy adagipart, viszont szerintem ezt megéri most lerakni. És akkor elméletileg, hogyha minden igaz, akkor ilyen hókotrós autókat nem kell belevennünk. Igen, nem kell belevennünk, ez nem a SimCity. Tehát ott megy a hókotró autó, és akkor elméletileg ez az autók akkor meg is fogják tisztítani rendesen a falut. Minusz 49 ezerben vagyunk, mármint a város legalábbis. És le tudunk rakni vízerőműveket. Nézzük csak, hogy... a vízerőművek viszont 20 megawattot termelnek, míg a szélerőművek csak 7-et, úgyhogy a vízerőművekre nyilván nekünk nagyobb szükségünk van. Hogy rakjuk le a vízerőműveket? Nem tudom, hogy lehetne összeköttetésünk külső vizekkel, ugye nyilván a fagyba nem tudjuk belerakni. Ez a terület viszont nem tűnik annyira fagyosnak, úgyhogy szerintem lerakunk egyet... megvárjuk, hogy ez az egy beálljon üzembe. Aha, és eléggé szépen fel is viszi a energia szintünket, ez ugye tök jó. Oké. Nem akarok még egyet lerakni, mert most jelenleg nincsen annyi pénzünk szerintem, hogy megengedhessünk magunknak még egyet, hanem szerintem most azt fogjuk csinálni, hogy egy kicsit megint hosszabb távú befektetés, ami azt fogja eredményezni, hogy szerintem építünk még egy utat, és arra pedig majd megint ráhúzunk egy pár boltot. Ezt az utat viszont úgy kellene megépítenünk, hogy valahogy így jöjjön, és utána pedig valahogy így, mennyi pénzünk maradt? Maradt még 12 ezer, jó, és utána a végén pedig idáig érjen az út. Jó, és utána még mielőtt bármilyen ház felépül, azelőtt ezeket a sugárutakat be akarom kötni. Csak hogy ez is itt rendben legyen. Így né. És akkor erre az útra már el is kezdhetünk, mondjuk nagyjából ide az útnak, erre a középső részére mondjuk felfűzünk egy bolt sort. Sőt, lehet, hogy még kellene egy kisebb. Jó, és akkor oda is, itt lesz majd a sarki fűszeres. Na, oké, jó, ez így működik, ezzel itt semmi gáz nincsen, ott van egy ipari terület, ez micsoda? Ja igen, ez a zónákat megtisztítjuk, és majd az irodai zónát is fel tudjuk építeni, akkor, hogyha 5500-an laknak a városban, sőt, mindenféle új zónákat kapunk, hogyha majd 5500 ember lakik majd a városban. Ez így király. Ide viszont valószínűleg vízre lenne szükség. Igen, ezt a részt is itt nedvessé kell tennünk, úgyhogy így próbálom, természetesen próbálom a minél hatékonyabban a csatornázást elvégezni, hogy azokon a helyeken, ahol potenciálisan lakni fognak emberek, oda mindenhova jusson, de lehetőleg ne lógjon feleslegesen túl azokon a területeken, és szerintem most egész jól sikerült az útnak ezt a lakóházakkal teli oldalát bejelölni. És nálatok pedig miért nincsen áram? Nálatok azért nincsen áram, mert nem ér el odáig a kábel, de most már akkor elméletileg elér. Érdekes, hogy néha... Ez itt mi? Benzinkút? Dino Oil. Aha, benzinkút. Jó, szóval érdekes, hogy néha megszűnik a árammal való ellátottság, és a hókotrók pedig nagyon szépen takarítják lefelé az utat, tisztítják meg a hótól, és hogyha megnézitek, akkor itt most már belül sem. Jó, mondjuk ez itt egy havas út, de egyébként most már belül a városnak a belső részein sem annyira jellemző az, hogy nagyon havasak legyenek az utak. Egyelőre ugye még egy kisváros, tehát 1700 lakosú városunk van, és ott megy a rendőrautó, megy a bűnt megelőzni.
Szóval eléggé kisváros. Nagyon remélem azt, hogy hogy ez a település szerkezet, amit most kezdek el építeni, ez nem megy vissza az állomásra. Frank Fishnek a Stick Factory-ába megy, és egy ottani hívásra válaszol. Szóval aha, ide ezt a Stick Factory-t rombolták éppen össze. Úgyhogy vagyis nem rombolták össze, hanem ide törtek be. Na igen, csak közben kaptam a telefonon egy üzenetet, úgyhogy ha Metal Gear hangot hallottatok hirtelen, akkor ne lepődjetek meg, az én voltam. Jó, ez itt 3%-ig van tele, a szemetünk pedig 32%-ig van tele, úgyhogy erre majd vigyáznunk kell. Na, ipar. Hogy a francban csináljuk az ipar? Ugye még további ipar kellene, de először nézzük már meg, hogy mindenünk jó-e, mielőtt itt az iparnak állunk neki. Rendőrség jó, iskola busz, hogy nagyobb legyen az iskolázottság, meg ugye ilyen parkokat lehet lerakni, meg műemlékeket lehet lerakni, meg ugye fűtést is kellene, de először majd nyilván fűtő dolgokat kellene megcsinálnunk, tehát ezekhez 55 ezer meg 60 ezer kellene, hogy a fűtésünknek, fűtőcsöveinknek legyen bármi értelme is. Jó, ja igen, ez a kuka, az oké, a szemétégetőt is le tudunk majd rakni, tényleg azt a 55 ezres népességet azt jó lenne elérni, valamint egy temető. Temetőt is lerakhatnánk, ennek mi értelme van? Hát, vizet, igen, mondjuk nem nagyon látom azt, hogy miért jó egy ilyen temetőt lerakni. Mennyibe kerül a krematórium, amik lényegesen kevesebb helyet foglal? A krematórium az jobb lesz majd, szauna. A krematórium az majd jobb lesz, de egyenlőre kénytelenek vagyunk lerakni egy temetőt. Oda befér, nem pont nem fér be. Oda olyan helyre akarnám rakni, ahol egyébként, hopp, itt. Ez itt jó lehet, nem? Nem. Viszont itt már jó tud lenni. Úgyhogy lehet, hogy azt csinálom, hogy én megelőlegezem ennek az útnak azt, hogy ő úgyis ki fog jönni ide. Így, sőt, lehet, hogy meg kellene előlegezni az összes útnak azt, hogy hopp, ott az majd így fog kijönni, ez az út pedig így fog kijönni. Jó, és akkor most hol van az egészségügynél van a temető, amire majd most már nincsen pénzünk megépíteni, vagyis hát legalábbis éppen ott csak nincsen még pénzünk megépíteni, de mindjárt fölpörög a pénz, és akkor össze tudjuk dobni, de tehát hogyha megépítjük azt a temetőt, sőt, akkor építetnénk ide is a temetőt, mert akkor áram szempontjából ezt a részt itt már ki tudnánk remélhetőleg küszöbölni. De, ja igen, nem, mert én a temetőt ide szeretném építeni. Na nézzük, hogy ha ide rakjuk, akkor mekkora lefedettsége van. Lényegében ezt az egész területet lefedi, szóval szerintem akkor rakunk ide egy temetőt, és mindenki boldog lett, mert végre lett egy jó kis temető a városban. Jó, szóval... Ipar. Hogyan kellene folytatni az ipart? Itt építhetnénk ilyen buszokat, meg ilyen hülyeségeket és taxikat, de ez most egyenlőre még nem játszik, ugye építhetnénk mi ez villamossint is, de szerintem 1000 emberre még annyira nem szükséges villamossint építeni. Ipar. Az iparnál egyébként nagyjából az lenne a... Lehet, hogy meg kellene venni a szigetnek ezt a felét. Mennyibe kerülhet a szigetnek a felső része? Ez a része. 2 millió, ja nem, 2700-ba kerül, szerintem megvehetnénk a szigetnek a felső részét, így, jó, oké, terjeszkedtünk, jó, vissza, és akkor ezt a területet itt talán elkezdhetnénk beiparosítani, ami állhatna abból, hogy innen kihozunk egy utat, nagyjából így, és onnan pedig erre felé. És akkor ez a felső rész, ez tudna itt így egy ipari zónaként üzemelni. De ahhoz viszont, hogy ez rendesen működjen ipari zónaként, ugye itt eléggé nagyok most a távolságok, tehát kezd majd ez az út leterhelté válni. Szóval most megcsináljuk azt, ami már egyébként egész régóta gondolkozom, ami pedig nem más, mint az, hogy egy autópálya kijáratot kellene megépítenünk. Na, hogy csinálunk autópálya kijáratot? Úgy csinálunk, hogy autópálya kijáratot, hogy ezen az oldalon, menj innen,
Ezen az oldalon különösebben nem nehéz, sőt lehet, hogy ide egy kicsit nagyobb utat kellene már majd. 4 sávos út, lehet, hogy ide egy ilyen 6 sávos utas autókijáratot kellene leraknunk, amelyik szimplán így kijön oldalt, de miért akar magától, én ilyen fordulós utat szeretnék, szóval amelyik így kijön oldalt, és bejön, becsatlakozik oda. Igen, mondjuk oda. Így. Jó. Így, és ez legyen egy sávú, egyirányú, de ezt viszont most nem tudom megcsinálni. Jó, visz. Ne, azt se tudom most, hogy mit nyomkodok. Szóval visszakérem, így. Jó, és egyirányú soksávos út legyen, ha bár szerintem iszonyat lúsnya ez az út, de attól függetlenül legyen egy egyirányú soksávos út. Így, aminek a végén el lehet fordulni bármerre. Jó, ez fog felhozni az autópályára. Levinni, vagy ez fog lehozni az autópályáról, felvinni az autópályára pedig... Nem kanyarodik eléggé jól vissza. Nézzük meg, hogy mondjuk így vissza tudjuk-e kunkorítani. Így viszont vissza tudjuk kunkorítani. Ez jó, és akkor ez az út viszont itt, ez viszont kétirányú út legyen. Elméletileg nem akarja beadni, egyenes útként be akarod adni, egyenes útként pedig tud működni. Jó, akkor ez így kétirányú, így ebből az irányból föl tudnak jönni erre, illetve el tudnak menni arra. Jó, egy pillanat türelmet kérek, ugyanis szükség lenne némi vízre. Jó, szóval ez így tud működni. Most a másik irány lesz, ami megoldást igényel. Tudom egyébként közben, hogy lakóhelyekre van szükség. Na mondjuk ezt a kérdést meg is tudjuk oldani, mert lerakunk egy pár lakóhelyet mondjuk ide, meg így végig. Inni, sőt lehet akkor még erre az oldalra is lerakunk egy pár lakóhelyet. Igen, mondjuk itt technikailag ezen az oldalon már majdnem készen van az úthálózatunk, úgyhogy ezzel nincsen egyenlőre probléma, sőt meg még akkor egy pár boltot is le kéne helyezzünk, mondjuk a boltok meg akkor jöjjenek még ebbe az oldalba így. Jó, tehát ott tartottunk, hogy igen, ezen az oldalon igen, tehát el tudnak menni, vissza tudnak jönni, jó út. Hogy csináljuk meg azt, hogy ugye várjunk csak, hogy a jobbkéz szerint közlekedünk, tehát erről az oldalról kellene egy út, amelyik fölemelkedik. Nem akarja beadni, és hogyha még jobban fölemeljük, ez már így azért elég idióta ötlet. Nem jó, igen, mert túlságosan meredek. Hopp, ez viszont, ott viszont beadja, sőt, még itt is beadja. Így, és innen áthúzzuk. Igen, ez a város határain kívül van, illetve a hely az elméletileg foglalt. És hogyha emelünk rajta még egyet, nem jó. Próbáljuk meg úgy, hogy nem tudjuk áthozni, az a baj, a tartó pillérek miatt nem nagyon tud átjönni, mert ugye a két út sáv túlságosan közel van egymáshoz ahhoz, hogy ezt itt át tudjuk hozni. Jó, mit tudnánk akkor ez ellen tenni? Először is lepauzézzuk. Jó, ugye most van 15.000 kreditünk, tehát azt tudjuk tenni, hogy ezt itt megfogjuk, és eltakarítjuk, sőt, ezt is megfogjuk, és ezt is eltakarítjuk, és akkor most innen megnézzük, hogy tudunk-e húzni egy utat, ami... tudunk húzni egy utat, az már pozitívum, csak én szeretném azt, hogy kanyarodós út legyen. Így, sőt lehet, hogy nem tud még itt lejteni, így. Jó, ez most így világos, viszont a következő kérdés az pedig az, hogy itt meg tudjuk-e
azt oldani, hogy nem föl, op, nem fölemelkedve, ha... Ó, várjatok csak! Mondjuk, hogy itt levisszük, és utána itt pedig fel... Visszafordulunk, így. Itt pedig fel, felhozzuk, nem jó. Kint van a városon kívül, meg a távolság is túl rövid, meg minden nyígja van neki, úgyhogy ez így nem jó. Szerintem akkor azt csináljuk, hogy ezt az ötletet lemondjuk, ezt visszatesszük, sőt ezt az egész utat visszatesszük, úgy ahogy... Ne, szívas, hogy ez az út, ez így azt mondja erre, hogy kint van a városnak a határain kívül, és nem tudjuk lerakni. Nem már, hát innen vettem ki. Oké, nem baj, megvesszük ezt is, mert annyira rohadt sok fölöslegesen elkölthető pénzünk van, hogy miért ne. Viszont akkor most már ezt kihasználva meg tudjuk azt is csinálni, hogy akkor ezt is eltakarítjuk, és fogjuk magunkat ezt az utat, ugye a kimenő utunkat, azt mondjuk megemeljük, kicsit még jobban megemeljük, így. Ja, de várjunk, ez nem az a fajta út, ennek kell annak, ez lesz az a fajta út. Jó, tudjuk egy kicsit hozni valahogy úgy, hogy az jó legyen, nem tudjuk úgy hozni, hogy az jó legyen. Esetleg rövidre tudjuk hozni, hogy jó legyen, rövidre tudjuk úgy hozni, hogy jó legyen. Oké, innen megpróbáljuk visszakanyarintani valamerre, viszont ez mindenhogy foglaltnak mutatja területet, sajnos. Igen. Nem tudjuk áthozni mondjuk erre. Nem. Ú, de nehéz. A hely már el van foglalva. Igen. Igen, ezt azért nem a világ legegyszerűbb dolga egy ilyen utat megépíteni, mit nem mondjak. Tehát, hogyha mondjuk ezt elhozzuk és el tudjuk kanyarítani, arra nem tudjuk elkanyarítani, és hogy egy kicsit emelünk rajta, egy kicsit emelünk rajta, és megpróbáljuk erre kanyar, pedig szerintem itt például simán átférne, sőt így is lazán jó lenne. Lejjebb süllyesztve, nem jó. Azt akarnám egyébként elérni, hogy valahogy így visszatudnánk hozni, de az ív az túlságosan meredek, mindenhova azt írja, hogy ez nem jó, és mondjuk innen átfordítani. Nem jó így sem. Jó, akkor viszont ezt a szemetet már akkor is megcsinálom ebben a részben. Akkor viszont azt fogjuk csinálni, hogy behozzuk a föld alá az utat, és erre viszont meg már nincsen pénzem. Jó, hát akkor nem fogjuk ebben a részben megcsinálni. Amit viszont mindenféleképpen meg kellene csinálni, az viszont ez és erre hál' Istennek van is elég pénzünk. Mondjuk ide egy nagyobb rendű utat építettünk, mint ami alapból volt, de igazából tök mindegy, hagy menjen rendesen, hagy szaporodjon a pénzünk is, és majd akkor itt az autópálya kijáratot pedig meg fogjuk teljes egészében építeni, úgyhogy az jó lesz. Ez a terület meg majd kapni fog ipart is. Rendben van, akkor én most megköszönöm a figyelmeteket, búcsúzom tőletek, továbbra is azra biztatlak benneteket, hogy amennyiben van valamilyen tippetek vagy trükkötök, amit megosztanátok velem, és amitől szerintetek jobb lehetne a játék, akkor azt természetesen várom. És ja, ennyi lett volna ez a rész. Köszönöm a figyelmeteket, találkozunk legközelebb. Jobb oldalon felül megtehetek a szokásos linkjeinket a feliratkozáshoz, a következő részhez, az előző részhez, a City Skylines sorozatnak a lejátszási listájához, valamint a további sorozatokhoz is. Úgyhogy én most búcsúzom tőletek, Hullander voltam. Sziasztok!